Nem akarok szeretnék hozzáfűzni, hogy most Lukács Evangani, mert tanulmányozom, és Tampest is ezt tettem, hogy végignek az egészen, és hogy pont hogy erről van szó, hogy az ima. Tudjuk, hogy mennyire fontos, de hogy például itt a Lukács 24-ben, amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor ez van írva, hogy történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá Szent Lélek, galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És hogy nyilván ez csak egy kép, de hogy ez így tökön leírja, hogy imádkozott, és oda tovább lesz. Nyugodtan megkeresztelkedett, ugye megtette azt egy lépést, és utána jött a válasz, de hogy imádságban. És meg ez egy nagyon sok ugye fontos esemény, hogy mit csinált Jézus, imádkozott. És itt olvastam is így benne, hogy így, vagy hát összehasonlítva így a többi evangéliummal, amit Lukács nagyon kiemeli az imádság erejét. Tehát sokkal jobban a többi evangélista. És ez már a 6.12-ben, amikor a tanítványokat elhívta, történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztottát az éjszakát. És amikor megvirat, oda hívta a tanítványait, és kiválasztott közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. És megint ugye miért előztem meg a tanítvány kiválasztását? Imádkozás. És ugye ez volt előtte, amikor 40 napig a pusztában volt, és megkísértette az ördög ugye egy Lukács elé, akkor is mit csinált? Imádkozott, a Szent Lelke volt elve, és utána tudott elemelni a kísértésnek. Tehát igazából, ugye, és most nyilván nem fog megnyerni az ég, hogy imádkozunk, de hogy utána azért sokkal könnyebben meghalljuk a jó válaszokat. Tehát, hogy mikor tudunk elállni a kísértésnek, hogyha teljes Szent Lelke minkbe töltekezve. És hogy ez így, igazából nekem ez egy nyugodtságot adott, amikor olvastam este már, hogy igazából egy matek feladat. Tehát imádkozol, hiszel, nem hat fel a kísértés. Kész. Ennyi. Tehát, hogy... Kérlek. Nem tudom. De én itt akartam. De kész.